Jó munkát! Tájékozódás, harmadik rész. Térképek, feliratai, méretaránya és léptéke. Amikor a kezedben fogsz egy térképet, látsz több adatot rajta, vagyis információt. Sokszor azt kérdezed, hogy mit jelent ez a sok adat. Tehát itt megmagyarázom nektek, mit jelentenek. Tehát a térképnek, minden térképnek van egy címe. Általában a térképen ábrázolt jelentősebb településnek, illetve tájegységnek a nevével megegyező. Ezen a térképen három helyen is láthatjuk a térképnek a címét. Itt alul és egy-egy sarkában található a térképnek a címe. A térképnek az ország eredete is rajta van, tehát az ország vagy az államnak a neve sokszor a tetején található. A teteje a térképnek a felső része, főleg az északi félteken, azaz északi irányt mutatja. Tehát amikor letesszük a földre vagy egy asztalra a térképet, akkor rögtön tudjuk, hogy a felső része, a lap teteje azaz északi irány. Mi más található egy térképen? A kiadási száma, tehát mikor lett kiadva, és a helységnek a neve, ahogy már mondtuk. Fontos adat még rajta, hogyha nézünk egy városi térképet, vagy más térképet, akkor találhatjuk a célrózsát rajta. Ezen a térképen, a domborzati térképen látjuk az északi irányt, vagyis az igazi északat, az északi csillaggal, és az eltérést, ami itt van mutatva a mágneses észak különbségével. Tehát ez a térkép megmutatja az északi irányt, az igazi északi irányt, és az eltért mágneses északi irányt is. Ahogy lejjebb megyünk, akkor itt lent a sarokban találunk egy táblázatot számokkal. Tehát ez a térképnek, vagyis a térségnek az elhelyezési helye a többi térképekhez képest. Tehát ennek a térképnek van egy száma, és ha akarjuk összetenni ezt a térképet a szomszéd térséggel, akkor megtaláljuk a következő számot, és megkeressük azt a térképet. Úgyhogy itt összerakhatunk egy nagyobb képet több térképből, és a számrendszer szerint megtaláljuk ezeket, és megegyezzük ezeket a számokat. És akkor rájövünk itt a contour interval, vagyis a szintvonal különbségekre. Tehát a szintvonalak között is van egy távolság. Így tudjuk megmérni a távolságokat a szintvonalak között, hogy milyen magas vagy alacsony egy domb, vagy mennyire lejt, vagy mennyire meredek. És akkor itt a méretarány, vagyis a lépték. A térkép a valóság lekicsinyített és leegyszerűsített képe. A térkép méretarányából megállapíthatod, hogy az ábrázolt terület hányszor kisebb a valóságnál. Ennek a térképnek a méretaránya 1 az 50 ezerszerhez van lekicsinyítve. Tehát 1 az 50 ezerszerhez a térképen a valóság 50 ezerszer lett kisebb, vagyis 1 kilométer 2 centiméternek felel meg. Úgyhogy a nulla és az ezer között van 2 centiméter. Mert 1 kilométer az egyenlő 1000 méterrel, ami egyenlő 100 000 centiméterrel, osztva 50 000-rel, tehát ez egyenlő 2 centiméterrel. A térképnek is van egy négyzet hálózata. Tehát ha észreveszitek, minden térképen, vagyis domborzatmű térképen vannak szélességi körök, ezek a halvány kék
csíkok, amelyek párhuzamosak az egyenlítővel, és hosszúsági körök, ezek a vonalak, amelyek mennek jobbról balra, vagyis keletről nyugatra. Tehát ez, ahogy összejönnek ezek a vonalak, ezek az úgynevezett körök, a szélességi körök és a hosszúsági körök, ezek a vonalak, alkotnak kis kockákat, ami a térkép négyzet hálózata. A térkép négyzet hálózat, vagyis a vonalak, ahogy összejönnek, az egyenlőek, azok egyenlőek a léptékkel. Tehát két pont között a térképnek a négyzet hálózatán az 1 kilométer. Ha nézünk egy kis kockát, akkor az egy négyzetkilométer. Mikor próbálunk mérni távolságokat, használjuk a méretarányt, a léptéket, és akkor rögtön látjuk, a vonalak közötti távolság az 1 kilométer, tehát ez segít nekünk, mikor próbálunk mérni távolságokat. Ma ez volt a térképek feliratai, méretaránya és léptéke. Köszönöm, és további jó munkát!